Evangélium Szent Máté Könyvéből Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta a főpapokat és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta. De Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És láma csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, még meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Karácsonykor természetesen azt ünnepeljük, hogy Krisztus megtestesült. Az atya elküldte egy szülött fiát, aki a földre jött. De elsőre nem is olyan könnyű megtalálni ennek az eseménynek a mélyebb értelmét. Máté Evangélium ma siet a segítségünkre, amikor az angyal Józsefnek álmában elmondja, mi Krisztus célja, miért küldte őt az Atya a Földre. Egy nagyon rövid, frappáns félmondatban foglalja ezt össze, azért, hogy megszabadítsa népét a bűntől. Ez az, amit aztán a... Húsvéti misztériumban, szenvedésében, halálában és feltámadásában valóban beteljesít. De kicsoda Krisztus népe? Ha az Ószövetséget olvassuk, kiválasztotta Ábrahámot, akinek egy népet ígért, és az ő leszármazottai az Ószövetségi választott nép a zsidóság. A mai ünnep viszont, Urunk megjelenésének ünnepe, már előre mutatja azt, hogy az Isten tervében az egész emberiség ott van. Meghívta a napkeleti bölcseket, akik nem tudjuk pontosan kik voltak, talán valamiféle perzsa tudósok. Nem tudjuk azt se, hogy hányan voltak. A népi hagyomány az ajándékok száma miatt mondja, hogy hárman lehettek. Nem tudjuk azt se, pontosan honnan jöttek, vagy mi volt a nevük. A Gáspár Menhjelt Boldizsár szintén csak a népi hagyományban született névként nekik, az evangélium nem beszél erről. Ezek a némileg megfoghatatlan misztikus alakok az egész emberiséget jelképezik, akik keresik az Istent, és akikhez szól az Isten, még akkor is, hogyha vér szerint nem a választott népnek a tagjai voltak. És pontosan ezt akarja elénk állítani a mai evangélium. Hogyan válaszolunk Isten megkeresésére? Isten, aki elküldte a Fiát, elküldte Krisztust minden emberhez elküldte Máriához, Józsefhez, a pásztorokhoz, a napkeleti bölcsekhez, Heródeshez, a főpapokhoz, írástudókhoz, de különböző reakciókat látunk. Amikor a napkeleti bölcsek azt mondják Heródesnek, hogy megszületett a zsidók újszülött királya, Heródes király megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Mi oka lett volna Jeruzsálemnek megrémülni ennek a jó hírnek a hallatára, hogy végre eljött a felkent, akit az Isten megígért? Heródes király, félre értelmezve a jó hírt, a saját hatalmát féltette. Noha Jézusnak semmi szándéka nem volt arra, hogy földi hatalmat ragadjon a kezébe, hogy trónfossza Heródest. Jeruzsálem lakóiban pedig akár mi is könnyen magunkra ismerhetünk amikor az Isten hirtelen betoppan az ajtón valami váratlan eseményben, amire nem számítunk, ami látszik, hogy megváltoztatja az életünket, de nem kalkuláltunk vele, nem részei a terveinknek, mi is könnyen megijedünk időnként. Mert elsőre nem látszik, hogy mi az Isten terve, sőt, nagyon sokszor az se látszik, hogy az Isten van-e mögött az esemény mögött, hogy valami jót akarna kihozni belőle. Másik oldalról viszont ott vannak a bölcsek, akik, amikor meglátják a csillagot, nagyon megörültek. Krisztus kereste őket, az atya kereste őket, egyrészt a csillagon keresztül, aztán felhasználta a jeruzsálemi írástudókat, a szent írást, különböző eszközöken szólt hozzájuk az Isten, ahogy hozzánk is különböző eszközökön szól, az eseményekben, akár másik emberen, de különösen is a szent íráson keresztül, és amikor ezt felfedezték a bölcsek, meglátták a csillagot, nagyon megörültek. Ferenc pápa mondja, az Evangélium, Evangéli Gaudium kezdetű enciklikájában az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Krisztus az örömet hozta el nekünk. Nem megijeszteni akart. Nem arra hív, hogy többet szenvedjünk hanem hogy engedjük, folytatja a pápa, hogy üdvözítsön minket, hogy megszabaduljunk a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elsziget, elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik, és újjá születik az öröm. Ezen az evangéliumon keresztül Krisztus bennünk is meg akar születni. Kopogtat az ajtón, hogy elhozza az örömét, az evangélium örömét, hogy a szomorúságunk örömre változzon hogy megszabadítson minket is az ő népét a bűntől.